Megyenap Nagy Gécen 15. alkalommal tartottak megyenapi ünnepséget, melyen kitüntetéseket is átadtak azoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a térség fejlődéséhez. Legyen más a szenvedélyed, a 150 millió forintból 2 év alatt megvalósuló prevenciós program célja, hogy a nevelőszülőket tovább képezve megelőzzék a drog, a cigaretta és más káros szenvedélyek által okozott függőség kialakulását a fiataloknál. Kápolna Szentel és Újfehértón a Zsindelyes Cottage új misézőhelye a Mária út mentén helyezkedik el, így különösen fontos a térség számára. Nagy István agrárminiszter szerint mostani fejlesztéseivel a Zsindelyes bebiztosította helyét Magyarország és Európa turisztikai térképén. Tizenötödik alkalommal tartottak megyenapi ünnepséget, ezúttal Nagy Gécen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A határmenti település 1970-ben csaknem elpusztult a szamosi árvízben, ma mindössze egyetlen egy hivatalos lakosa van. Az ünnepi köszöntők után kitüntetéseket is átadtak azoknak a megyebeli dolgozóknak és vállalkozóknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a térség fejlődéséhez. Szabolcs község református templomában ünnepi műsorra és koszorúzással kezdődött a május 26-ai megyenapi ünnepség sorozat. A folytatást a Nagygéci Megmaradás templomában és a körülötte lévő emlékparkban tartották. Már 15. alkalommal rendezzük meg Szabolcs-Szatmár-Berek megye napját. Az időpont az helyen közel állandó, mindig május végén, egy május végi hétvégén rendezzük ezt az ünnepséget. A szabolcsi zsinatra emlékezve Szent László király és a korai magyar alapítás időszakának egy jeles történeti eseményére, törvénykedési eseményére, a szabolcsi zsinatra emlékezve, viszont a helyszínek azok a legváltozatosabbak, Szabolcstól Nagy Gécig, a megye egyik felétől a másik feléig. Minden helyszínválasztás szimbolikus üzenetet hordoz. Nagy Géc egykor önálló faluként a Párcium éléstárának számította maga 700 lakosával. 1970. május közepén felrobbantották a gátat Romániában, és egy árvíz elárasztotta a települést, ami majdnem teljesen elpusztult. Ezután árvízvédelmi okokból nem engedélyezték az újjátelepítést, és azok sem költözhettek vissza sokáig, akiknek a házuk megmaradt. Az árvíz után 10 évvel a falu lakossága csupán 22 fő maradt, a 2011-es népszámlálás pedig csak 10 főt jegyzett. Azt gondolom, hogy ha itt a Kárpát-medencében még 1000 évig szeretnénk lenni, akkor nincs más választás kereszténynek, magyarnak és hitben élőnek kell lennünk. Ezt szimbolizálja a megmaradás temploma, az a fajta üzenet, amit a gránitlapokon megvan, illetve azok az épületek, hogy kicsit komplexé tegyük turisztikai látványossága és tegyük az egyházat, illetve a hitet, mindezt egybe szimbolizálja Magyarországnak, magyar nemzetnek, Szabolcs-Szatmár-Berek megyének, így a megyenapon, és azt gondolom, hogy Szatmárnak különösen. A 2 hektáros emlékparkban őshonos Kárpát-medencei gyümölcsfák és 200 darab emlékoszlop található. Ezeken Kárpát-medencei települések üzenetei olvashatók, amelyeket az utókornak szántak. Főleg az összetartozásról, az összefogás fontosságáról, a határtalan magyarságról szóló gondolatokat véstek fel az oszlopokra. A legtöbb üzenet, több mint 1000 darab Erdélyből érkezett. Ami ennek az üzenetnek a legfontosabb mementója az, hogy gyakorlatilag nem hagy minket feledkezni, és a jövő generációt, tehát a fiatalságot pedig megtanítja arra, hogy még egyszer egy ilyen tudatos falurombolás ne legyen Magyarországon, amely Nagygécben és Komlót-Tótfaluban volt, mondhatni hamarabb, mint Romániában, és ezért a magyar nemzet szeretetét, a magyar identitásunkat és a itt lévő szatmári embereknek a szeretetét is sugallja ez az emlékpark, ezek az emlékoszlopok, és természetesen a gyönyörű Árpád-kori templomunk, amely eredeti állapotban lett felújítva. A köszöntők után közgyűlési határozat alapján 16 oklevelet és emlékplakettet adtak át azoknak az embereknek és vállalkozásoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a megye fejlődéséhez. A megye nap zárásaként koszorúkat helyeztek el a nagygéci emlékoszlopok tövében. 150 millió forintból 2 év alatt valósul meg prevenciós program Nyíregyházán. Ennek keretében szakemberek segítik táborokkal és programokkal, elsősorban az állami gondozásban lévő gyerekeket. A projekt célja, hogy a nevelőszülőket tovább képezve megelőzzék a drog, a cigaretta és más káros szenvedélyek által okozott függőség kialakulását a fiataloknál.
legyen más a szenvedélyed. Ezzel a szlogennel indult idén januárban prevenciós program a Nyíregyházi járásban, amely 2019. december végéig tart majd. A projekt összköltsége 150 millió forint, amelyet 100%-ban az európai finanszírozási alap biztosít. Legyen más a szenvedélyed. Magyarul a drog helyett, az alkohol helyett, a dohányzás helyett találják meg azok a fiatalok, elsősorban az állami gondoskodásban élő fiatalok, azokat a lehetőségeket. Ebben lesz táboroztatás, különböző tréningek, különböző sportprogramok, folyamatos edzések, tehát minden olyan dolgot, ami leköti őket, és ezzel egészségesebb fiatalokká fognak válni, és elsősorban a családalapítást, a gyermekek vállalását teszik majd első célként, nem a különböző negatív hatású például drogoknak a fogyasztását. A programok keretein belül szakemberek hívják fel a figyelmet arra, hogy a szenvedély nem csak káros lehet. A mozgás, a zene, a művészeti alkotó tevékenység vagy a tudomány is válhat szenvedélyé. Ezek nem elszakítanak a közösségtől, hanem összekapcsolnak vele. A támapos pályázatok már 2014. március végén elindultak, az eddig lefutott projektek sikeresen zárultak. Most a nyíregyházi járás is bekapcsolódott a sorozatba. Sajnos aktualitása van, különösen az olyan prevenciós részének, amely a káros szenvedélyektől, a drogtól való megóvását jelenti ennek a célcsoportnak, különösen egy olyan érzékeny célcsoport esetén, olyan fiatalok esetében, akik nevelőszülői gondoskodásban nőnek fel, ők talán még inkább kitettek azoknak a veszélyeknek, amelynek egyébként minden fiatal kitett, amely a káros szenvedélyek címszó alatt nevesíthető, mindenféleképpen meg kell ezeket a fiatalokat óvnunk ettől, és a nevelőszülőket olyan programokra bevonni, olyan kompetenciákat fejleszteni náluk, hogy ettől a gyerekeket minél inkább meg tudják óvni. A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei gyermekvédelmi igazgatóság és területi gyermekvédelmi szakszolgálat hatókörébe közel 500 nevelőszülő tartozik, akik aktívan kiveszik részüket a munkából és érintettek lesznek a projektben. Ez a szám nem csak Magyarországon, európai szinten is kiemelkedően magasnak számít. Felszentelték a zsindelyes Katics kápolnáját szombaton Újfehértón. Ez a Mária út mentén helyezkedik el, így különösen fontos a térség számára. A szentelésen Nagy István agrárminiszter kiemelte, mostani fejlesztéseivel a zsindelyes bebiztosította helyét Magyarország és Európa turisztikai térképén. Talán csak kevesen tudják, hogy a december 6-án ünnepelt Szent Miklós, a pálinka főzők védőszentje is. Így egyértelmű volt, hogy az ő tiszteletére szentelik fel Újfehértón a zsindelyes Katics új görögkatolikus kápolnáját. Én úgy gondolom, hogy attól különösen különös ez a kápolna, hogy bárki be fog ide térni, a felekezetétől függetlenül megtalálhatja itt úgymond a számítását, hiszen az Istennel találkozhat. A kápolna egy olyan hely, ahol az ég és a föld összeér. És teljesen mindegy, hogy milyen szertartás szerint, milyen rítus szerint, milyen külsőségek szerint állunk oda a mindenható Isten elé. Az a lényeg, hogy ott legyünk előtte, és az a lényeg, hogy ő egészen biztos, hogy meghallgat minket, és segíteni akar minket, mert boldogan, örömmel teli szeretne minket látni. A most felszentelt kápolna csak egy részét képezi a zsindelyes Katicsnak. 10 éve épült a kóstolóház, azóta pedig 1370 négyzetméteren 7 épülettel bővítette kínálatát a pálinka főzde. A teljes komplexumot június végén adják át. Tehát igazából az első szegmense lesz a, és számomra a legfontosabb része ez. A többi az vendégházak, tájház, bemutató épület, tehát a pálinka főzésnek a technológiának a bemutatása, illetve egy fogadó tartozik hozzá, valamint egy mintagyümölcsös, egy jóléti tó, illetve hát az ehhez tartozó úrparkolóknak a kiépítése. A Szent Miklós kápolna a Mária út, Közép-Európa zarándok útjának mentén helyezkedik el, így a misézőhely egyfajta vallási megállóhelyként is felfogható. Ugyanakkor a teljes zsindélyes Katics turisztikai komplexumként fog üzemelni. Ez a zsindelyes márkát, a tanyát, az Európai Uniós védettséggel rendelkező újfehértói medgyet, illetve a mintagyümölcsöst hivatott bemutatni. Az ünnepségen Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, a zsindelyes esetében adott a kiváló termék, a jó márkanév, és a mostani fejlesztésekkel pedig a zsindelyes bebiztosította helyét Magyarország és Európa turisztikai térképén.
az a kotics, amit itt mondhatunk, ami látszik is, most már is lassan teljesen kész is lesz, az olyan lehetőségeket biztosít az ideérkező emberek számára, amire nyugodtan mondhatjuk, hogy Érpatak és Újfehértó, hogy maga a Zsindelyes fölkerül a térképre, Magyarország turisztikai térképére. Az, hogy a Mária útvonal itt megy el, a zarándokok számára is akár pihenőhelyet egy új lehetőséget jelent, és ez természetesen a kellemes a hasznossal van összekötve, hiszen itt az egy nagyon kiváló termék is készül, ami testet, lelket melenged. A Szent Miklós kápolnához minden évben 4 kiemelt esemény is kapcsolódik majd. Február 22-én a pálinka főzde Szent Miklós ikonjának elkészültét, május 26-án a kápolna felszentelését, december 6-án Szent Miklós emléknapját ünneplik, június 2. szombatján pedig a Zsindelyes pálinka főzde és Mária Púcs között rendeznek zarándoklatot. 40 millió forintból 19 ezer tanulónak biztosít élménypedagógiai foglalkozásokat a Nyíregyházi Tankerületi Központ. A program célja, hogy a diákok különleges, a kultúrához, a hagyományokhoz kapcsolódó, ugyanakkor iskolán kívüli élményekkel gazdagodjanak. Az iskolások a Sóstói Múzeum faluban, a Nyíregyházi Állatparkban, a Kródi Gyula Art moziban, valamint a Móri Zsigmond Színházban vesznek részt foglalkozásokon. Labda készül a gyerekek számára egyelőre még ismeretlen anyagból. A Nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola elsősei a nemezeléssel ismerkedtek meg a Sóstói Múzeumfaluban. A foglalkozásokon a diákok múzeumpedagógusok vezetésével, népi játékok és kézműves foglalkozások segítségével kerülhetnek közelebb a hagyományokhoz. Így a tanulók olyan ismeretekkel bővíthetik tudásukat, amit később felhasználhatnak tanulmányaik során. Szeretek ilyen foglalkozásokat csinálni, meg foglalkoztatókat. Szeretem az ilyeneket, és az a lényeg benne, hogy legalább tanuljuk meg ezeket, meg hogy felnőtteként is tudjuk ezeket csinálni, meg ilyesmiket, hogy megmutassuk másoknak, hogy kell csinálni, meg mit kell csinálni. A Móri Zsigmond általános iskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákok ne csupán tanórák keretében mélyítsék el tudásukat. Így a tanévet is úgy állítják össze, hogy minél több iskolán kívüli programmal színesítsék a tanulók mindennapjait. A mostani élménypedagógiai foglalkozások is ezt segítik. Itt a helyszínen a hagyományőrzésen van a hangsúly, azokat a régi kézműves mesterségeket ismerhetik meg a gyerekek, amivel már máshol nem találkozhatnak. Itt vannak olyan adottságok, amelyek motiválóak, színes programot biztosítanak a gyermekek számára, és az érdeklődésüket felkeltik. Az élménypedagógiai foglalkozások februárban indultak a Nyíregyházi Tankerületben, és egészen a tanév végéig tartanak. A programokat az iskolák pedagógusai választották ki, a költségeket pedig teljes egészében a tankerületi központ finanszírozza. Tankerületi forrásból, kizárólag tankerületi forrásból valósítjuk meg az élménypedagógiai program sorozatot. Mind a 19 ezer tanulónk megajándékozása volt a legfontosabb cél. Azt szerettük volna, hogy kultúrához, hagyományainkhoz illeszkedő, valódi iskolán kívüli élménnyel legyenek gazdagabbak a gyerekeink, és minden tanuló, azok is, akik esetleg nem tudnak eljutni egyébként ilyen lehetőségekre, azok is élvezhessék ezeket az élményeket. A Sóstói Múzeumfalu mellett az általános iskolás tanulók a József András Múzeumban múzeumpedagógiai órákon és interaktív előadásokon vehetnek részt, a Kródi Gyula Art moziban egy filmet, a Móri Zsigmond Színházban pedig egy darabot, valamint az éppen aktuális kiállítást tekinthetik meg. Még a középiskolás diákok a Nyíregyházi Állatparkba látogathatnak el, ahol megismerkedhetnek a 30 hektáros, Európa-szerte híres park és növény állatvilágával. Bánóczy Lajos a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltje nyerte a vasárnap megtartott időközi polgármester választást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyarban. A település 538 választópolgárából 366-an jelentek meg az urnáknál. Az érvényes szavazatok száma 363 volt, ebből Bánóczy Lajos 308 szavazatot szerzett meg. A függetlenként induló Hadiné Guti Ibolyára 29,
míg a szintén független Lőrinc Zoltánra 26 voksot adtak le. A községben képviselőválasztást is tartottak, a 4 képviselői helyért 14 független képviselőjelölt indult. Az időközi választást azért kellett megtartani a 670 lakosú faluban, mert a Hadiné Guti Ibolya vezette testület február 14-én feloszlatta magát. Születésnapját ünnepelte Nyíregyháza legnagyobb bevásárló központja. A 2 épületes áruház 2008-ban nyitotta meg kapuit. A gazdasági válság utáni időszakban több hullámvölgybe is került a bevásárló központ, jelenleg egy sikeres, felfelé ívelő tendenciát mutat. A 10 éves születésnap alkalmából egész hétvégén számtalan programmal várták a látogatókat. Sikerült a bérbeadottságunkat 69-ről 81%-ra növelni, és jelenleg 51 üzlettel üzemelünk. Dolgozunk azon, hogy a nyíregyháziaknak és a régióban élőknek még több divatmárkát és más üzletet hozzunk a Korzó bevásárlóközpontba. Fucsovics Márton élete első ATP torna győzelmét aratta, miután a genfi fináléban 6-2-6-2-re verte a német Golyovcsikot. A nyíregyházi teniszező Taróci Balázs 1982-es sikerét követően nyert magyar játékosként ilyen rangos versenyt. Fucsovics, aki már 45. a világranglistán, kedden Párizsban a Roland Garros első fordulójában a kanadai Vasek Pospisil ellen lép pályára. Profi pályafutása a legnagyobb sikerét érte a Genfben Fucsovics Márton, aki megnyerte az 500 ezer euró összdíjazású ATP 250-es salakpályás versenyt. A nyíregyházi teniszező már a torna első körében jelezte, hogy nagyszerű formában van, ugyanis 6-1-6-2-re kiütötte az 5. helyen kiemelt spanyol Ramoszt. A második fordulóban az amerikai Tiafoe ellen 7-6-6-4-re nyert Sávolt Attila tanítványa, majd következett a legutóbbi 2 genfi torna győztese, a városban élő 3-szoros Grand Slam győztes Svájci Wawrinka. A hazai kedvenc ellen 6-4-6-0-ra nyert Fucsovics, aki aztán az elődöntőben az amerikai Johnson ellen először került szett hátrányba a tornán. Az első számú magyar férfi teniszező fordítani tudott, és a 2-6-6-4-6-1-es siker azt jelentette, hogy készülhetett a német Golyovcsik elleni döntőre. A világranglista 43. helyén álló riválisnak nem sok esélye volt a fináléban, Marci 6-2-6-2-re nyert, így Taróci Balázs 1982-es Hilversumi sikerét követően ismét van ATP torna győztese a magyar tenisznek. Érdekesség még, hogy a genfi versenyt 1980-ban rendezték meg először, és az első torna győzelem Taróci Balázs nevéhez fűződik. Fucsovics 250 világranglista pontot szerzett, és ezzel a karrier csúcsot jelentő 45. helyre lépett előre az ATP rangsorban. Sok pihenésre és ünneplésre nincs ideje Marcinak, mivel kedden a Roland Garros első fordulójában a kanadai Vasek Pospisil ellen lép pályára. Idegenben győzte le az MB2 bajnokát a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese az utolsó előtti fordulóban az MTK otthonában lépett pályára, és 1-1-es félidő után 3-2-es sikerrel távozott az új Hidegkuti Nándor stadionból. A kisvárda a vasárnapi záró fordulóban a sereghajtó Sopront fogadja. Két már NB1-es csapat lépett pályára Hungária körúton, az NB2 utolsó előtti fordulójában. A hazaiak szerettek volna visszavágni a Kisvárdán elszenvedett vereségért, a vendégek pedig hazai környezetben is leszerették volna győzni a bajnokot. A találkozón végül 5 gólt és egy kiállítást láthattak a szurkolók, Kondás Elemér együttesének 3-2-es sikere pedig azt jelentette, hogy a mezőnyből egyedül a kisvárdai csapat mondhatja el magáról, hogy elvitte a 3 pontot az MTK otthonából. Szerintem az mind a két csapat számára presztízs mérkőzés volt. Nyilván könnyebb volt már most játszani, mert úgymond a nagy tét az lekerült, viszont tét nélküli mérkőzés nincs, tehát hogyha az ember pályára lép, akkor nyilván szeretne nyerni. Itt mind a két csapatnak már megvolt a feljutása, és így úgymond nyugodtan, de mindenki meg tudta magam mutatni magát, hogy mire képes. És ebből alakult ki az, hogy egy ilyen jó mérkőzés kerekedett. Az MTK már az 5. percben előnybe került Kanta lövésével, amit Lukács egyenlített ki a 44. percben. A szünet után 2 perccel Lencse ismét a hazaiakat juttat a vezetéshez, a 63. percben Lukács ismét egalizált. A 74. percben az MTK-s Vas Patrikot kiállította a játékvezető, Ilics pedig a 81. percben góra váltotta az emberelőnyt, megszerezve a győztes várdai találatot. Az első 10 percben nem voltunk elően koncentráltak, és nem léptünk ki a visszalépő támadókra, ezáltal létszámfőnyt tudtak kialakítani, és abból tudtak kombinatív játékból gólt is szerezni, viszont utána már hatékonyabbak voltunk, masszívak voltunk, bátrabban mentünk előre,
és ott már megvoltak a lehetőségek arra, hogy esetleg gólt szerezzünk, ami az első félidő végén sikerült is. Csak sajnos a második félidőben megint egy figyelmetlenség miatt, egy védekezési hiba miatt kaptunk egy kontrából egy gólt, úgyhogy létszámfelényben voltunk hátul. De nyilván a csapat erejét mutatja, hogy ekkor sem omlott össze, hanem ment tovább, ki tudott egyenlíteni, és a kiállítás után átszerveztük kicsit a csapatot, és mentünk a győzelemért. A forduló további eredményei a következők: Gyirmót Budafok 1-2, Buda Őrs Szolnok 1-0, Nyíregyháza Spartakusz Vác 2-0, Dorog Békés Csaba 2-3, Soroksár Cegléd 3-0, Kazinc Barcika Csákvár 0-2, Grosics Akadémia Siófok 1-1, Sopron Zalaegerszeg 1-3 és Moson Magyaróvár Győr 2-3. A tabella élén az MTK 82 ponttal megelőzve a 72 pontos Kisvárdát és a 65 pontos Békés Csabát. A Kisvárda vasárnapi zárófordulóban a sereghajtós pront fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 15. alkalommal tartottak megyenapi ünnepséget, ezúttal a határmenti Nagygécen. A település 1970-ben csaknem elpusztult a szamosi árvízben, ma mindössze egy hivatalos lakosa van. Az ünnepi köszöntők után kitüntetéseket is átadtak azoknak a megyebeli dolgozóknak és vállalkozóknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a térség fejlődéséhez. 150 millió forintból 2 év alatt valósul meg prevenciós program Nyíregyházán. Ennek keretében szakemberek segítik táborokkal és programokkal elsősorban az állami gondozásban lévő gyerekeket. A projekt célja, hogy a nevelőszülőket tovább képezve megelőzzék a drog, a cigaretta és más káros szenvedélyek által okozott függőség kialakulását a fiataloknál. Felszentelték a zsindelyes Katics kápolnáját Szombatonújfehértón. Ez a Mária út mentén helyezkedik el, így különösen fontos a térség számára. A szentelésen Nagy István agrárminiszter kiemelte, mostani fejlesztéseivel a zsindelyes bebiztosította helyét Magyarország és Európa turisztikai térképén. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 28-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap is folytatódik a nyárias időjárás. Az Észak-Európa fölött lévő anticiklon délnyugati peremén helyezkedik el a Kárpát-medence, időjárásunkat továbbra is a felettünk lévő meleg, nedves, labilis levegő határozza meg. Az előttünk álló éjszaka kiderül az ég, elülnek a záporok. A változó irányú szél zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, zápor, zivatar kis eséllyel előfordulhat. A keleti szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hét további részében is folytatódik a koranyári idő sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsértékekkel, de a nedves levegő átmenetileg kiszorul hazánk térségéből. Ennek eredményeként a hét közepén a záporok, zivatarok esélye jelentősen csökken, ugyanakkor a hétvége felé ismét szorványosan valószínű csapadék.